Köszöntöm a megjelenteket, miután fél múlt 5 perccel. Megkérdezném egyrészt a Fidesz frakció vezetőjét, hogy várható-e, hogy még valaki befut, illetve megkérném Borsz Tibor urat, hogy a meg nem jelent képviselőket hívja fel, mert már egy főt várunk csak. Így nagyon fontos lenne, ha igazán szívükön viselik a képviselők a város sorsát, hogy itt megjelenjenek. Gondolom én ez egy rövid testületi ülés lesz. Balázs? Én annyit tudok, hogy a Kálmán Sándor meg a Bánhidi Vaj, meg talán ki még a Ivanov Mihály jelezte, hogy nem tud részt venni, meg a Petróci úr. A megyes képviselőről nem tudunk semmit, és a német József urat mindjárt felhívjuk. Jó, akkor kérem, hogy Medgyes Tamást hívja fel Borsz Tibor, és akkor német József urat meg a Fidesz frakció. Ezt csak úgy megjegyzem, hogy nem tudom, hogy a nyugdíjas képviselőknek mi más dolguk lehet fontosabb, mint hogy itt megjelenjenek. Valamint szeretném, ha Bánhidi urat is megpróbálnánk elérni, mert aki fizetést kap itt a képviselőségért, talán megengedik nekik, hogy mondjuk egy fél órára ezt az órájukat esetleg más helyettesítse. Esetleg megkérhetem Váci urat, hogy Bánhidi urat legyen olyan szíves megkeresni? Hát várunk, hát ha más is befut hamarabb. Jó, akkor megkérném, hogy a Ferences gimnáziumba átfáradna esetleg személyesen kabinetfőnök úr. Igen, akkor egy kis türelmet kérek, és meglátjuk, ki lesz a befutó.
és hogy ő nem jelent meg a saját költségvetésének a megszabadulása. Akkor jó? Az akinek mondtad, hogy egy kivonatot hozzon erre. Jó, akkor miután megérkezett a nyolcadik tag, köszönjük szépen Meggyes Tamásnak. A legjobbkor érkezett, kérem, hogy a megjelent képviselők kapcsolják be készülékeiket. Köszönöm szépen. Miután a rendes testületi ülésre a képviselőtestület több mint fele megjelent, ezért szokás szerint először a 2014. március 13-ai testületi zárt ülésen hozott határozatot ismertetném, amely úgy szól, hogy a testület 9 igen, 3 tartózkodás mellett megszavazta, hogy elfogadja a Stein Balázs képviselő módosító indítványát, miszerint a képviselőtestület javasolja az Eszköz Kft. Taggyűlésének, hogy hatalmazza fel Nagy Attila ügyvezetőt, hogy a Vertikál Nonprofit ZRT-vel az Esztergom-Esztergom Kertváros Pilis-Szentlélek települések hulladékszállítási közszolgáltatási feladatokra vonatkozó szerződést aláírja. Valamint úgy döntött, ugyancsak Stein Balázs képviselő módosító indítványára, hogy tudomásul veszi, hogy Nagy Attila ügyvezetőként lesz kinevezve a Vertikál Vértes Kft.-ben, és erre felhatalmazza a polgármestert, hogy a taggyűlés elé terjeszték. Időközben megtörtént a taggyűlés, és ezek a határozatok végre is lettek hajtva. Most akkor a rendkívüli testületi ülés egyetlen egy napi rendi pontját kellene elfogadnunk, ami nem más, mint a 2014 évi költségvetés. Megkérdezem a képviselőket, van-e valakinek módosító javaslata, bármi egyéb? Nem látom, aki ezt tudomásul tudja venni. Igennel szavaz, aki másképp gondolja másként. Kérem, szavazzanak. Nyolc igennel egyhangulag elfogadtuk, köszönöm szépen. És akkor tájékoztatásul közlöm, hogy a költségvetés a negyedik átdolgozott fordulóban kerül megszavazásra, vagy legalábbis beterjesztésre, amiben bedolgozásra kerültek részben Nyíri Attila, részben a Fidesz frakció által tett javaslatok, észrevételek, Németh Józsefnek is volt ilyen irányú kérése. Valamint a módosító indítványok közül befogadom a Fidesz frakció módosító javaslatát azzal a kéréssel, hogy legyenek olyan kedvesek a városnapi munka végzéséhez egy 500.000 forintos keretet biztosítani, természetesen úgy, hogy mindenről tájékoztatást kapnak. Majd megkérdezem Stein Balást, hogy ezzel a módosító javaslattal tudja módosítani az ő javaslatát, és akkor nem kell róla külön szavazni. Különben szavazunk róla, illetve, ha jól tudom, Pál György képviselő úrnak van egy módosító javaslata, amennyiben fenntartja, kérem, hogy írásba adja be, és abban az esetben azt is be tudom fogadni. Ez arról szól, hogy a sportcsarnoknak kisebb átalakításokra van szüksége, és egy 3,1 millió forintos keretet szeretne az intézményi költségvetéshez hozzátenni, amit a pénzügyel leegyeztettek, és ezt a dologi kiadások sorából kívánja átcsoportosítani, tehát plusz pénzzel ez nem járna. Megkérdezem, hogy kinek van még javaslata hozzászólása, akkor megkérdezem Stein Balást, hogy be tudja fogadni ezt a kérésemet, és így módosítja a módosítóját, vagy szavazzunk róla külön. Stein Balázs? Köszönöm szépen. Akkor összefoglalom és a végszavazásra terjesztem a város költségvetését, ami úgy szól, hogy a módosító javaslatokat az előterjesztő, azaz én befogadtam. A frakció úgy módosította, illetve Stein Balázs a
az ő módosító indítványát, hogy a polgármester 500 ezer forint érték határig dönthetne a forrásfelhasználásról, ami az elsősorban a mindennapi ügyek intézését jelenti csupán. Nem látok több hozzászólást, akkor felteszem szavazásra. Aki ezt így tudomásul tudja venni és elfogadja a 2014 évi költségvetést, igennel szavaz, aki másképp gondolja másként. Kérem, szavazzanak. Nyolc igennel elfogadtuk, köszönöm szépen, és akkor mindenkinek további szép napot kívánok. A város nevében köszönöm segítő együttműködésüket. Thank you.